Június 28-án délután rendkívüli ülést tartott Balmazújváros képviselőtestülete. Három napi rendi pont volt, sikerült-e döntés? Jó napot kívánok! Igen, a 28. rendkívüli testületi ülésen mind a három napi rendben sikerült pozitív döntést hozni a képviselőtestületnek. Hát reménykedtünk benne, hogy ez egyébként így is lesz, hiszen nagyon fontos dolgokban kellett dönteni a testületnek. Az első a gyermekétkeztetési díjak megállapítása. Ez egy régebbi módosításunk lett volna, de a pandémia miatt meghiúsult ennek a rendeletmódosításnak az elfogadása. Átvizsgálta igazából a kormányhivatal a rendeletünket, és mivel talált még benne egy-két olyan dolgot, amit javítani kellett benne, ezért egy új rendeletet készítettünk. Ezt az új rendeletet a képviselőtestület elfogadta minősített többséggel, hiszen a rendeletek módosításához vagy új rendelet alkotáshoz minősített többség kell. A második nagyon fontos feladat volt az orvosi ügyelet jelenlegi szerződésének a meghosszabbítása. Ugye bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy jelenleg az orvosi ügyeletet egy pilot projekt keretén belül az Országos Mentőszolgálat látja el, ahol mi biztosítjuk az épületet a mentőszolgálat számára, a mentőszolgálat pedig biztosítja az orvosi ügyeletnek a létszámát, illetve a technikai felszerelését. Ez a projekt június 30-ával jár le, és a Országos Mentőszolgálat által küldött tájékoztatóban arról értesítettek bennünket, hogy a képviselőtestület döntsön arról, hogy szándékszunk-e meghosszabbítani ugyanazon feltételekkel a projektet október 30-áig, vagy sem. Természetesen a képviselőtestület arról döntött, hogy igen, meghosszabbítjuk, és hogy aztán utána hogyan lesz a további orvosügyeleti szolgáltatás, ez már megint majd az októberi időszakra fog tartozni. A harmadik előterjesztés a szegregátumban a közösségi ház építésének a tervezésére kértünk felhatalmazást a képviselőtestülettől ennek a tervezési összegnek a megítélésére. Ugye ez a projekt is már több áttervezésen is átesett. A projektnek a része ott az a 8 lakás, ami a Bolya utcában, annak a felújítása, illetve a projekt része még a Kodály, Veselényi, Révész és a déli sornak a aszfaltúttal történő ellátása. Nagyon sajnálom, hogy a Veselényi és a Kodály csak félig van leaszfaltozva, de a pályázat csak ennyit tartalmazott. Nyilván törekszünk majd arra, hogy a továbbiakban ott is teljes utat ellássuk majd szilárd útburkolattal, illetve van egy közösségi ház és ahhoz egy játszótér. Jelen pillanatban még a közösségi ház és a játszótér nem valósult meg. Ugye elég régi a program, és ezért az a pénz, amit akkor megpályázott rá az önkormányzat, hát ez már nem igazán elegendő a kivitelezésre, sőt, már menet közben sem volt elegendő, hiszen többször próbáltunk átterveztetni, műszaki tartalmat csökkentetni, hogy beleférjen a rendelkezésre álló pénzügyi keretbe. Most megfordítottuk a dolgot, és a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez kell tervezni az épületet úgy, hogy először is a irányítóhatóság elfogadja a módosítást, másodszor pedig, hogy minden a projektben előírt feltételnek megfeleljen ez az épület. A képviselőtestület végül is jóváhagyta a tervezésnek a költségét, azért kellett a képviselőtestületnek külön jóváhagyni, mert ez már önerőként fog a projekthez kapcsolódni. Felvesztük a tervezőkkel a kapcsolatot, vagyis a tervezővel a kapcsolatot, a tervező irodával. Már a jövő hét elején a végleges egyeztetések meg fognak történni a tervekkel kapcsolatosan. Nyilván felvetődött a képviselőtestület ülésen az is, hogy hát nem bízunk abban, hogy tehát egyes képviselők nem bíznak abban, hogy az előterjesztés, ami a képviselőtestület elé került, az biztos, hogy a legjobb ajánlatot tartalmazza, ezért a projekt felelősét megkértem arra, hogy a beérkezett árajánlatokat minden képviselőhöz juttassa el, hogy láthassák, hogy a legjobb ajánlatot a törvény által előírt és a rendeleteinkben és a jogszabályunkban előírt, szabályzatainkban előírt módon választottuk ki a tervezőt. Az, hogy
ez a bizalmatlanság, ez honnan ered? Hát ez nagyon egyszerű most erre válaszolni. 2018-ban, amikor váltás történt ugye a város vezetése élén, akkor a képviselőtestület nagyon gyorsan és egyszerűen gyakorlatilag megmondta a polgármester összes jogkörét közbeszerzésre, pályáztatásra, minden más egyébre, sőt, egy pályázatfigyelő bizottságot hozott létre, amely bizottság figyelte az összes pályázatot. Ennek a bizottságnak gyakorlatilag csak a 8 fideszes képviselő volt kiválasztott tagja, és hát ugye, mivel a polgármesternek megvonták a jogköreit, ezért minden esetben a képviselőtestület döntött 2019. októberig mindenben, tehát a kiválasztásokban, a kijelölésekben, ez körülbelül egy fél évvel hosszabbított meg egy-egy műveleti sort a közbeszerzéseknél, a győztes pályázónak az elbírálásánál. Tehát gyakorlatilag a polgármester 2019. októberig semmilyen önálló döntést nem hozhatott egyetlen projekttel kapcsolatban sem. Tehát amit itt egyes képviselők itt a szememre vetnek, hogy mert álltunk, igen, álltunk, mert az akkori képviselőtestület gyakorlatilag megkötötte az egész pályázati projektnek, az összes pályázati projektnek a haladását. Mi indukolt ezt a jogkör megvonást? Hát a bizalom a polgármester felé, tehát én azt gondolom, hogy ezt már leküzdöttük, azóta azért mindenképpen nagyokat léptek előre a projektjeink, sőt van olyan, amiket már be is fejeztünk, hiszen azt mondta az egyik képviselő a testület ülésen, hogy ez a testület, ez a polgármester, ez nem vagdos el szalagokat. Hát, hogyha most mögém néznek egy picit, vannak kikészítve szalagok, amiket már elvagdostunk, tehát volt, amit már átadtunk, de az én filozófiám az, hogy először is használjuk, aztán majd átadjuk. Használhatjuk a Liszt Ferenc utcát, azt még nem adtuk át. Használjuk a piacot, már átadtuk, a rekreációs parkot használjuk, már átadtuk. Kész van a kézműves közösségi házunk, most fogjuk átadni. Kész van a Veres Péter emlékparkban szintén a közösségi ház. Felújítottunk járdákat, elkészítettünk különböző dolgokat. Van egy csomó minden, ami lehet, hogy apró lépéseknek számítanak, kerítéseket csináltunk, parkolókat készítettünk, biciklitárolókat helyeztünk ki, fedett buszmegálló, fedett biciklitároló, stb. Stb. Olyan dolgok, ami a mindennapi élethez nagyon szükségesek, és a lakosok azért nem veszik észre, mert természetesnek veszik, hogy most már van. 18-ig nem volt, most már van. Tehát én azt gondolom, hogy képviselőknek majd javasolni fogom, hogy az egyik újságban, ami a helyi újság, a Balmazújvás helyi közszolgálati lapjában, azt hiszem két-két és fél oldalon keresztül van felsorolva, hogy mi mindent tett az utóbbi időben az önkormányzat, és javaslom azt is, hogy akkor számolják ki azt is a lakosok, hogy önerőből 0 forinttal kezdve 2018-ban, sőt, mint utóbb kiderült, ügyesen minusszal kezdve, mégiscsak ki tudtuk fizetni a úszoda plusz 300 millió forintos költségét, amelyet többször hangoztattam már, hogy ez egy büntetése a városnak, mert az igazi felelősök még nincsenek felelősségre vonva, akik ezt elkövették, hogy az úszoda ne fejeződjön be, és a városnak viszont a visszafizetési meg kamatfizetési kötelezettsége szerintem egy teljesen jogtalan ebből a szempontból, ennek megvannak a felelősei, és ezt nem engedtük el. Én nem fogom elengedni azt, hogy Balmazújas városát 300 millió forintra büntetik egy olyan úszoda címén, amiben régen úszni kellene. És nem 2018. októberre után, hanem 2017. decemberétől kész kellene ennek lenni, amikor még félkészen se volt, és akkor utána az egy évvel, gyakorlatilag majdnem egy évvel későbbi vezetést kezdik el ütni, úgy, hogy 2019. októberig minden közbeszerzés, minden más egyéb, minden pályázat kötve volt, hiszen a többségi testület határozott mindenről. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy most jelen pillanatban akármilyen állapotban van is ez a képviselő testület, hiszen van két olyan képviselő, aki valamikor velem egy gondolatokat ápolva a mi csapatunkba indult el. Azóta én azt gondolom, nyugodtan ki tudom jelenteni, hogy semmiféle politikai közösséget vagy gondolatközösséget nem lehet velük vállalni ezzel a két képviselő asszonnyal. Ezzel együtt ugye eléggé kiegyensúlyozott lett a képviselő testületben a
a szavazatok aránya. Én azt látom, és én azt kérem a lakosoktól is, hogy arra figyeljenek, hogy a város érdekében történő szavazásokkor mi történik. Tehát mondjuk feláll a képviselőtestületből 5 képviselő, és egyszerűen kivonul olyan szavazások előtt, amelyek döntőek nagyon sok kérdésben, amely rengeteg veszteséget okozhat a városnak, a cégeknek, határidős dolgokat akadályoznak meg, hogy ez a fajta képviselői munka egyébként hogyan lehet majd honorálni azoknak a képviselőknek, akik ezt csinálják. Nyilván, akik listán jutottak be képviselők, hát azoknak nincsen körzetük, de akik a körzetből jutottak be, és nem ezt ígérték, azok hogyan fognak elszámolni mondjuk azzal, hogy hosszú időn keresztül késleltetnek 2 KFT beszámolónak a beadását. Mindenféle indokokra sem hivatkozva, hiszen nem is indokolták meg. Sőt, elhangzik az egyik testületülésen, hogy számszakilag biztos minden rendben van, biztos nagyon jó szakmai munkát végeztek a könyvelő, a könyvvizsgáló, a felügyelőbizottság, az ügyvezető. De hát mi szeretnénk erről beszélgetni a polgármesterrel 4 szem közt. Hát én most is mondom a lakosságnak, meg üzenem a beszélgetni szerető képviselőkkel, hogy én nem szeretnék beszélgetni senkivel 4 szem közt, főleg olyan képviselőkkel nem, akik az én megítélésem szerint nem a város előnyére, hanem a város hátrányára munkálkodnak, és ez az én polgármesteri meglátásom. Nem szeretnék olyan képviselőkkel 4 szem közt beszélgetni, akinek ha valaki köszön az utcán, másnap már megjelenik, hogy valami csúnya trágárságot mondott, tehát ezeket a ferdítéseket megint nem szeretném. Nem szeretnék olyan képviselőkkel beszélgetni, akik egyébként folyamatosan akaszgatják a városért működő képviselőt, testületi munkáját, akik folyamatosan ledegradálják a többi képviselőt, ezekkel én nem szeretnék 4 szem közt beszélni, csak és hivatalosan a nagy nyilvánosság előtt. Mert én azt gondolom, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy meghallgassák, de akkor akit meghallgatnak, annak is meg kell hallgatni a másik véleményét. Tehát én a demokráciának ebben a részében is hiszek, hogy egy képviselő testületi ülésem, ha van egy ülésvezető, akit a törvény helyez oda, akkor az az ülésvezető, ha azt mondja, hogy legyen szíves, és beszéljen éppen az előterjesztés anyagáról, akkor nem kezdünk el beszélgetni a holdról. És ha a felszólítás megvolt, hogy mégiscsak beszélgessünk már a anyagról, akkor nem kezdünk el beszélgetni a metróról. Tehát az, hogy valaki úgy gondolja, hogy ő törvényen kívüli, és ő azt mond, amit akar, és mindenkinek őt meg kell hallgatni, de ő nem kíváncsi se a válaszokra, se másra. Azzal én nem tudok mit kezdeni, azzal egyetlen dolgot tudok kezdeni, megvonom a szót. Hogy a képviselő testületben érdemi munka történjen, jegyzőre legutóbb elmondta a képviselő testület ülésem, nem gondolja, hogy az ő tisztje, hogy minden egyes polgármesteri megszólalásom után a képviselők, egyes képviselők felszólítására ő értékelje azt, hogy én most megszólalhattam, vagy nem. És szeretné, hogyha egy összeszedett város érdekében létrejött, a város érdekében működő képviselőtestületi munka folyna. Én is ezt szeretném, és ezt próbálom betartani. Az, hogy valaki azt gondolja, hogy én ilyen vagyok, fogadjuk el, de te az engem nem érdekel, hogy milyen vagy mi, azt nem fogadom el, ezt én nem tudom elfogadni, úgyhogy a képviselő testületnek a tagjainak én nem itt akarom fölhívni a figyelmet, hiszen úgyis ebben is az lesz, hogy mert a tévéből kell értesülni a képviselőknek bármilyen más dologból, számtalanszor elmondtam a képviselő testületi üléseken is, hogy a képviselői munka az egy nagyon fontos munka, de az nem azt jelenti, hogy szakmai munka. Tehát nem azt jelenti, hogy valakinek éppen pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezni ahhoz, hogy egy KFT pénzügyi beszámolóit elfogadja. Elmehet, megkérdezheti a pénzügyi szakértelemmel rendelkező dolgozókat, az ügyvezetőt, elmehet azokat megkérdezni, akik felelősek, akik aláírták a felelősséget, és utána dönthet. És hát én azt gondolom, hogy a képviselői munka abból áll, hogy megfelelőképpen ugye tájékozódunk, hogy az az elvégzett munka jó van elvégezve, de nem a képviselőnek kell elvégezni a munkát, hanem itt van arra szakaparátus. És akár tetszik egy képviselőnek, akár nem, a szakaparátust
A polgármester irányítja a jegyzőn keresztül. Mert ez a feladat. Nem az a feladat, amit egy képviselő meghatároz nekem, hogy majd a végén összefoglalhatja polgármester úr, de addig meg nem szólalhat. És tűrjön. Még egy dolog, én nem csak polgármester vagyok, hanem ott pont egy ugyanolyan képviselő vagyok, mint az adott képviselő, aki engem erre felszólít. Mert a magyar törvények ilyenek, hogy én kettős feladatot látok el, egy képviselője vagyok a településnek, ugyanakkor vezetem a képviselőtestületi ülést, és két képviselőtestületi ülés között a feladatokat én látom el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy néhány képviselőnek magába kellene szállni, hogy mégis mi a feladatuk. És ez alapján egy normális, együttműködő, előre haladó munkát kell, hogy végezzünk, és nem azon kell tombolni, hogy mi az, hogy beleteszünk valamit a rekibe, hanem azt kell megnézni, azon kellene dolgozni, hogy mit tudunk még beletenni, hát ha az állam segít, és akkor könnyebb lesz a városnak, könnyebb lesz a város vezetésének, több mindenre jut majd akkor pénz, hát ha segít az állam. Nem, mi azon beszélgetünk, és azokat a javaslatokat kell nekünk hallgatni, hogy ez sem, meg az sem, meg ezt miért tettük bele. Hát mindenki, aki a város ellen dolgozik, természetesen azon dolgozik, hogy minél több pénzt feleslegesen elköltsünk, és akkor ne is kapjunk helyette. Mi viszont teljesen másképp gondoljuk ezt a dolgot, nagyon sokan. Én nem fogom azt mondani, hogy nagyon sok emberrel beszéltem, mert hát van ilyen képviselői alap, hogy én nagyon sok emberrel beszéltem. És őtőlük ezt hallottam. Hát én is nagyon sok emberrel beszélek, csak nem ezt hallom tőlük. De azt hiszem, hogy ez nem a piac, és nem egy kocsmai pult, ahol erről beszélgetnünk kell, hanem itt tények beszélnek, előterjesztések vannak, anyagok vannak, határidők vannak, kötelezettségek vannak, amelyek egyértelműen papír alapon működnek, és mi papírokból dolgozunk. Úgyhogy én azt várom el a képviselőtestületől, hogy a továbbiakban is erősödjön már az, hogy igen, tényszerűek legyenek a képviselőtestületi ülések, amikor kérdés van, akkor kérdés legyen, amikor hozzászólás, nyugodtan lehet hozzászólni, és a tervezett testületi üléseken interpellációk, javaslatok, megfogalmazások, bármi lehetséges. De mindent a maga idejében.